Az épülő új stadion mellett Műfőn játszotta utolsó hazai felkészülési meccsét a Spari. Az új edző Visinka Ede irányításával korábban Kazincbalcikán 2-0-ra nyert, a Kassával pedig hazai pályán 1-1-es döntetlenre végzett a Nyíregyháza. Az NB2-es tabella 15. helyén telelő csapat keretében új játékosnak számít a Debrecenből hazatérő kapus Rabina Alex, az MTK-tól érkező Nagy Barnabás és a nyíregyházi nevelésű, legutóbb a Puskás Akadémiában szereplő korosztályos válogatott Major Marcel. Velük és a többi futballistával egy bentlakásos edzőtáborban ismerkedhetett meg közelebbről a szakmai stáb. Nagyon jól sikerült a bentlakásos edzőtábor. 2-3 játékosunk megbetegedett, kihagytak egy 5-6 napot, de azon kívül nagyon jó volt, egységes volt a csapat, csináltunk egy-két közös programot, úgyhogy nagyon élveztük, nagyon jó kajákat készítettek nekünk az Aventinusba, meg azt gondolom, megismertük a csapatot, és nem csak a pályán, hanem akár a pályán kívül is. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre jól néz ki ez a történet. Azok az ötletek, amiket bevezettünk a csapaton, akár a csapatjátékra gondolok, azok egyre jobban működnek. A játékosok azokat az új ötleteket, amit behoztunk, azokat próbálják megvalósítani. Picit föl lettek piszkálva. Én azt gondolom, hogy ebben a csapatban azért van kvalitás, hogy miért nem jött ki eddig, ezt próbáljuk megfejteni, de pont ez a mentalitásbeli dolog, nem engedjük nekik, hogy esetleg leüljönek, vagy pedig bele langyosodjanak bizonyos szituációba. Ezen dolgozunk hetek óta, vagyis mióta 2,5 hete, egyelőre működik. Az NB3 keleti csoportjában 17. helyen álló Sényű harmadik hete készül. Az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes a Hajdúszoboszló elleni 2-2-es döntetlennel kezdte a felkészülési meccsek sorozatát. A Sényű játékos kerete gyakorlatilag véglegesnek tekinthető. Olyan óriási mozgás már én szerintem nem várható, ugye távozott 3 ember, a Matyi Zoli, a Fabu Márton, a Barta Gábor, valamint ugye a Sógor Csobának lejárt a kölcsönadási szerződés, ő visszatért a Spari 2-höz, és ugye éppen a Nyíregyházától érkezett hozzánk a Kovács Ádi. A védekezésünket azt rendbe kell rakni, mert nagyon sok gólt kaptunk, viszont ugye ami eddig ránk jellemző volt, hogy mellette sokat rúgtunk, és ez úgy valahogy eddig egalizálta egymást, ezen is kell javítani, hogy több gólt rúgjunk és kevesebbet kapjunk. A felkészülési meccset végül a Nyíregyháza nyerte 6-0-ra. A Spari szombaton az élvonalbeli mezőköveshez látogat, majd jövő vasárnap már bajnoki pontokért lép pályára Szombathelyen. A Sényű hétvégén a Tarpával játszik, számára később, február 12-én a Karcag ellen folytatódik majd a bajnokság.